komolyan vettük azt, amit csinálunk, mert ott szerettük, és érdekelt, és élmény volt mindig kicsit többet tudni. Az elkötelezett emberek azok általában nem sokat kérdeznek, hanem csinálják. Mindent elkövettem, hogy az én vásárlóim belelássalak abba, amit én csinálok. Úgy alakítottam ki a munkahelyemet, az asztal elhelyezését, hogy a vásárló az lássa minden művetet, és én meséltem róla. El van törve a billegő tengely, tessék nézni. Ennek nem szabad indötyögni. Ha ez nem van eltörve, akkor nem így történne. Vagy el van törve a valamilyen része, tessék, még szabad szemmel is jól látható. Ez olyan bizalmat ébresztett az emberekben, ő úgy érezte, hogy bele van vonva abban, ami ebben a tokban ott történt, és onnantól kezdve könnyű kezelni a vásárlót, hogyha van egy megtisztelt bizalom, illetve kimunkálunk egy együttműködést a vásárlóval, mert ha bizalom, az része az együttműködésnek, és lehet, hogy tisztességes vagyok azon kívül is, csak nem lát bele a vásárlót.